Bohus Richard teljesítménye elengedhetetlen volt az óriási sikerhez, a 4x100-as gyorsváltó új országos csúcsához. Ricci a 6. helyen ugrott be a medencébe az utolsó 100 méterre, és a 3. csapott célba. A történelmi sikerhez hozzátesz az is, hogy ebben a versenyszámban magyarországi csapat még soha nem szerzett érmet sem olimpián, sem pedig világbajnokságon. Én azt gondolom, a hazai pálya előnyét élvezték, abszolút ez egyik legjobb indok ez erre. Mindazonáltal, hogy várható volt a jó szereplés, hiszen már a magyar bajnokságon ezek a fiúk megmutatták, hogy nagyon jó eredményre képesek, nagyon közel egy formát tudtak úszni, de igazán már az 5. hely a döntőbe jutás is nagyon nagy fegyverténynek számított, hiszen még magyar váltó soha ennek közelében nem volt, és a 4x100-as fiú gyorsváltó ugye az egyik királya az úszásnak. Bohus Richard minden amerikai versenyzőnél jobbat úszott a mezőnyben, és megtudtuk azt is, hogy a felkészülés mellett másra is oda kellett figyelnie. A fiatal úszó elmondta, hogy van egy olyan technikai, taktikai trükk, hogy a hullámot meg lehet lovagolni, és ő ezt rutinosan kihasználta, így az amerikai versenyzők hullámára fel tudott feküdni, ami szinte húzta magával. Nekem ugye az volt a legforrább, amikor ugye beértem, és rosszul nyúltam be, és amikor beértem, akkor felnéztem, és akkor Dominik meg a Nándi azok ölelgették egymást, és ahogy mondtam már előbb is, hogy én azt hittem, hogy 6. lettünk, vagy 5. Mondom, ölelgetik egymást, biztos jó volt, de azért nem kimagas. Azt hittem, hogy akkor ordibálnának, vagy valami. És akkor megfordultam, és akkor hát egy kicsit nem tudom ezt, hogy lején igazából nem is bírtam felfogni, hogy egy 3-as jelent meg ugye a magyar váltó mellett, és ugye 3. lettünk utána, viszont tényleg az elkövetkezendő pár nap az abszolút eufória volt. A köszöntés során Szarvas Péter polgármester is gratulált a fiatal bronzérmesnek. Bohus Richard részletesebb élménybeszámolóját későbbi magazin műsorunkban láthatják.